Támogatója a Kvon. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége Dudás Kokó Gyula, egykori rally versenyző, rally szakág vezető. Mai beszélgetésünknek ugye szomorú apropója van. Múlt héten temettétek el minden idők legjobb magyar rallisát, Ferjánc Attilát. Mindenkinek szép napot. Nekünk azóta, mióta a betegségével küzdött, és nagyon sokáig és hősiesen állt a sarat, mindig az volt, hogy ugye mindenkinek, ő az autósport legendája, bár kimondottan büszke mindegyikünk arra, és nagyon nehezen dolgozta föl nekünk a barátunk, aki úgy ment el, hogy tanácsokat kaptunk, ha kellett. És egy egész életfelfogást, én 65 éves vagyok, ugye, 19 éves korom óta voltam mellette, végigértem a sikereket. Te hol találkoztál vele, mikor? Honvédségnél. Én együtt voltam vele katona, sőt a parancsnoka voltam, mert ő később vonult be, ez egy kicsit furcsa volt, hogy én voltam 19, ő volt akkor épp az utolsó éves, 25 éves, és akkor még be kellett vonulni, nem volt más. De akkor már egy sikeres autóversenyző volt, és nekem kellett volna megtanítanom a GAZ 69-es szuper honvédségi járművel vezetni, tanítani. Azért mosolygok, mert az összes valamire való csibészséget, trükköt, ami akkor kezdő labdarúgóként éltem az életem a pénzügyi labdarúgó csapatába, eszembe nem jutott, bár édesapám autóját elkötöttem egy párszor, de hogy majd én autóversenyző leszek később, és akkor ez az egész meghatározta végtére is. Valójában az ő jó szeme által. Mert mit mondott neked? Vagy mi történt pontosan? Van-e valami momentum, ami ez úgy lehet nem, úgy direkt beköpni? Ő nem az a típus volt, aki meg akar győzni valakit, vagy nem. Egy kimondottan visszafogott, nem tetszett. Jó, ott a seregben, ott azt mondta neked, ott, hogy... Ott ő volt a furcsa léptei, mert olyan, kicsit olyan furcsán ment, a sapka a fején mindig furcsán volt, és hát ő volt a Ferjánc, az Ezredes utca honvédségi minisztérium garázsának, akit tulajdonképpen ma már ugye mosolygunk, hogy beszállt a Volgába, mert mit tudom én, valamelyik parancsnok mondta, hogy akkor ez az autóversenyző vigye őt a Néphadsereg utcából, vagy mit tudom én, milyen utca volt akkor el, és akkor a Ferjánc kiment, és valahogy, hogy megfogta a kormányt, rászólt ez a másodosztályú, mert ez egy érdekes dolog, hogy a besorolás az nekem tetszett, első, másod, harmadosztályú. A Ferenc eleve kapott a vizsgája alapján egy másodosztályt, én ugye első osztály voltam, de az a komoly tiszt, aki mondta, hogy rosszul fogja a kormányt, és menjen vissza az Ezredes utcába, és küldjenek neki egy rendes sofőrt, ez egy megtörtént dolog. Az egy másodosztályú pilóta volt ott a honvédségi keretein belül is. De Attila minden, mondom, olyan csibészségben, ami benne volt, benne volt. Ő egy igazi, egyszerű katona volt. Ott sem ő volt a Ferjánc, ami egyébként az hétköznapi életben, ugye az évek alatt mindig akárhova ment, vagy akárhol jött, azért mindenki tudta, hogy az őszhajú lassan járó ember, az az Attila. És ez az egész meghatározta egy párunknak az életét, hogy mi, amikor megismertük, és én előbb szervizember lettem, ami azt jelentette... Leszerelés után? Leszerelés után, hogy ott maradjak. Kiszerelt le hamarabb? Természetesen ő, mert én fenyített voltam egy pár hónapig. Ez is autóelkötésből kifolyólag a... megtetszett egy pingpongos lányot, azt is ő vette észre. Az ma is a feleségem, két gyönyörű gyerekünk, vagy Juhas Eszter volt Európa bajnok, és akkor le kellett, hogy menjek búcsúként, és sajnos az az autó szüksége volt rá a honvédségnek, és megdőltem. Ezért aztán egy pár hónappal tovább voltam, de az első olyan megmérettetés, amikor már Magyarországon, és Renault 8-assal ment akkor, aztán Renault
12-ese, tehát a sorrendben már akkor be voltam véve, hogy Kokó, Temész, Győrbe, Ménfőcsanak, Elágazás, Itiner, és én akkor én gumikat szállítottam és benzint, mert én az autóhoz, mint olyan, csak meg tudtam mondani, hogy mi a problémája, de így nőttem mellette, és amikor 26 éves lettem, elintézte nekem a volán taxit korengedéllyel, mert így lehettem csak volántaxis, mert 25 év volt a korrátor, és én 23 és koromban már volántaxis voltam, és a legendás 13-as URH-s, és akkor, mikor igazából már jobban versenyeztem, akkor ezt sportállásként is a budapesti volánnak voltam az egyik ilyen belső komoly tagja, de hogy ott kerültem oda, az is rajta múlt, mert az akkori vezérigazgató volt nőgyógyász, volt dr. Antalfi Tandari páros, akkor még ügyvédek. Tehát kimondottan akkor a Földes Józsi, talán ő volt egyedül kétkezi, aki, de ő is egy miniszterhelyettesnek még a gyermeket, tehát igazából azok fértek oda, és akkor én voltam az egyszerű sofőr, pilóta gyermekem, Ferjánsz azt mondta a vezérnek, nincs egy pilóta köztetek, hát itt mindig, mikor költitek a pénzt, mindig magyaráznom kell a volán sportklub labdarúgóinál, hogy kerüljünk, és az NB1-ben legyünk, nálatok meg, hogy most akkor itt ki taxis például, és akkor mondta a Kokó. És akkor fel kellett mennem, és akkor elmondta, hogy semmi baj, kapsz egy ladát, fiam, és azzal ott kell menni az elejébe akár, és én egy borzasztó boldog és büszke ember voltam, mert Visegrádi hegyi versenyt mindjárt megnyertem a kategóriába. De tudni kell, ez egy igazságos csapatverseny volt. A Ferjánsz Attila fantasztikus tehetség és autójával ugyanolyan 9 pontot kapott a csapatbajnokságba, mint a Dudás Kokó, a kerenklámpás erős jóindulata 68-70 lóerős zsiguliával. Hisz ezért volt a csapat a budapesti Volán SC ilyen szempontban meghatározó és jó a rali sporton belül, mert mindenhonnan, minden rétegből aztán így belett a szeletbe téve. Nagyon-nagyon sokat, és sokan hiszik azt, hogy egy ilyen magyarázkodó, elmondom, dupla kuplungás, nem. Az Attila mellett egyet kellett figyelni, és valójában, amikor nem autósportoltunk, akkor egy kicsit lelazulva megélni azt, amit egy klub élete kíván. Nekünk nagyon-nagyon sok kalandunk van, órákat, meg talán 5-6 könyvet is betelítene azok a sztorik, de a fontos része a honvédségnél azért ő is kapott egy fenyítést, az pedig azért volt, mert éjszakai vezetésnél egy gyönyörű, nagyon szégyeltük magunkat, fantasztikusan kizöldelt vetésbe megláttunk 2 vagy 3 nyulat. És eldöntöttük, hogy vadászpuska lévén harci eszközünket, az autót, és elkezdtük kergetni a nyuszikat ezekkel a kereső lámpákkal, meg az autóval. Na most, mikor másnap reggel megláttuk a tettünket, tudtuk, hogy ebből nagy balhé lesz, és úgy állt a sor, és akkor mit tudom én, főhadnagy elvtárs mondta, hogy kivett részt ebbe az autós nyúlüldözésbe, ez most legyen. Katona, most legyetek bátrak. Mindenki állt a sorba, és akkor egy ember lépett ki, azt hittem, hogy a Kokó. Aztán akkor még őrvezető voltam, és rögtön honvéd lettem, nem sokára. A Ferjánsz Attila is kilépett. És akkor Ferjánsz honvéd. Ezért bíztunk magára egy autót és egy tanulást. Ezt tanulják, na most ilyen, minden ilyen kis meg nagy csibészségbe együtt vettünk részt. És azt kell, hogy mondjam, hogy ugyan lehet, hogy már sokan hallották, de elnézést kérek, mert az idős emberek ismételnek. Nekem igazából a nagy vége, nem a sportrésznek, mert utána ő elnök volt, és én voltam a rali bizottság vezetője, és fantasztikus volt 200 000 embert látni egy Eger rallint, vagy akárhol az országban, nagyon, nagyon népszerű volt a rali. És egy díjkiosztó volt, ahol mentünk a rallycrossba, mert oda is a Maruzsi engem oda csábított, utána, miután elhelyezkedtünk ott is, 1500-1000 ember volt néző, azt mondtam, nem tudnád idehozni az Attilát, Rangalac, és akkor én odahívtam, a kis Tóth már ment, és már sőt nyert is rallycross bajnokságot. A leglényegesebb, amikor egy Tóth, Ferjánsz, szerint jó meg a Kotán Peti, Maruzsi Laci, 5-6 000 ember volt egy ilyen rallycross versenyen, és együtt volt a díjkiosztó a kongresszusi központban. Az azt jelentette, hogy az összes sporták, tehát a Cserkuti, mint pályaverseny,
Volt kb. 800 ezer ember a színházterembe, és kiszólítottak ugye a színpadra a díjazottakat, én nyertem az N csoportot, a Laci nyerte az A-t, a B-t, és akkor kiszólítottak minket, kiindultak, ne menjetek le, a rali díjkiosztón úgyis ti vagytok az eleje, ne kelljen kétszer. Tehát mi kint voltunk, Ranga Laci, Kis Tóth, Koko, és szólították az abszolút negyediket, Érdi Tibi, és szólították az abszolút ötödiket, Fordala Ferjánc dr. Tandari párost. És jöttek kifelé, az Attila maga komótos tempójával, és elkezdett tapsolni a közönség. Miközben már egymás között leosztottuk egyszer, hogy a Kis Tótot bizony jobban fiatal volt, jobban megtapsolták, mint az elsőt, uh-huh. vagy jobban megtapsolták, pedig én budapesti versenyző voltam, és mégis, és akkor így mondtak, hogy hát igen, azért vannak a népszerűség, és elkezdtek tapsolni, és felállt a közönség. És ma is arra gondolok, és összeszorul a torkom, hogy átszóltam a Lacinak, a Rangának, hogy te mindegy, hanyadikak vagyunk, érzed? És akkor mondta, megverhetjük mi a főnököt, akármikor, de itt akkor is ő a főnök. Tehát a Ferjánsznak a neve, a nimbusza, ez az egész legenda, ami ő, azt ő írta, és mi azért lettünk, és akármerre mentünk Európába. Tehát ezt én tapasztaltam abból is, hogy elég sokat... Hát ugye 23 EB futam győzelem. Igen. Ez rengeteg. Ezt nem hiszem, hogy valaha utol lehet érni, bár drukkolunk a fiatalok közül, aki indul most a VB, mert ez egy VB szintű, vagy a RC. De egyet tudok, hogy abban az időben, amikor Magyarországon nem volt autógyártás, semmilyen szinten, se összeszerelés, ez egy olyan lehetetlenül, elképzelhetetlenül nagy teljesítmény volt, hogy például mondom, ha mentünk Bulgáriába, és a Békebarátság Kupa az öt szocialista autó plusz volt, hogy a Ferjánsz autója, akárhol, mert volt egy ideig, hogy mehetett egy külföldi autó, tehát egy kapitalista márka, nyugati autó, és akkor 4 Lada, 1 Renault. Igen. És akkor az Attila részt vett velünk a válogatottban, mindegy hova mentünk, mindenhol a valami probléma volt, megálltak Attila, Ferjánsz, hogy Bulgáriába félistenként tisztelték. Uh-huh. És ebben mi éltünk, nem visszaéltünk, és én míg a temetőbe vártam most pénteken, jóval előbb kimentem, olyan fél egykor már kint voltam, és nyomtam a telefonomat, és ott van, hogy Ferdi. És akkor akaratlanul üzentem, és az üzenet az, hogy nem elköszönök, hanem megköszönök. És ezt minden magyar autósport rajongónak is mondom, és autósportot űző fiatal srácnak, nem szabad elfelejteni a legendákat. Azok egy Puskás a futballban, azok hozzák magukkal azt, hogy attól leszel majd jobb, hogy emlékszel a múltadra. Nagyon fontos, ki hova tart, mindegy, hogy MB3, MB2, vagy A csoport, B csoport az autósporton belül is. A cél egy mindenkinek, hogy a dobogó tetején álljon, és egy nemzetet, uh-huh. hazánkat képviselve. Ez nagyon nagy dolog volt akkor Magyarországnak, hogy ezt megkapta. Magyarországon melyik pálya volt, ami ugye a legjobban, ami ez a legjobban kötődött Ferjánsz Attila? Lehet-e tudni? Hát több is volt, és nem lennék igazságos, ha azt mondanám, hogy Salgó-Tarján, Nagyvarona-Cered, nagyon technikás, jó pálya. Vagy azt mondanám, hogy Veszprém Rally, mert ott meg a Murván, mert a Murvát nagyon szerette, hisz a Murvánál kiegyenlítettek akkor a szuperautók, uh-huh. és közte a különbség, de nem mehetnék el, amelyet, hogy egy Miskolc Rally, mondjuk, ahol volt Európa-bajnoki futam rész is, Magyarországon keresztül ment, ahol még egy Walterről, egy Carlson, az akkori élmezőny, az olaszok közül például a Pinto. Szóval voltak olyan nevek, ami elérhetetlen volt az autók miatt és a gyárak miatt, és az a szerviz csapatok miatt. Az Attilának ez a szerviz csapata, az ő tisztelet szeretetéből a szerelők messze nem annyit kerestek, vagy egyáltalán nem is volt szó így a pénzről, és mégis a csapatok kiegyenlítették egymást, mert az ő csapata mindig akkor is, ő nála indult el az, hogy 6 ember szervizelt, mindenkinek megvolt a maga, szóval fölépítve a rallit, nagyon sokat ezt kapott. Azért is kérdeztem, mert hogy esetleg az emlékének adózva, nem lehetne valamelyik pályát? Nem azt mondjuk, hogy Miskolc Rally, hanem Ferjánsz. Hát... Tehát nem lehetne valamelyiket így
Én az autósporton belül a liga alkotásánál, ami a versenyzők érdekeit kell, hogy képviselje, én arra gondoltam, hogy egy Ferjáns Attila fiatalokat támogató program, amiben arról szól, hogy 4 éves kortól egész 17 éves korig egy jogosítvány megszerzési lehetőség, jó, de és ez az Attiláról szóljon. És ettől függetlenül a nagy verseny, mert az a kirakat. Mégis az OB fut a Magyarországon, ugye az a kirakat. Igen, egy alaprészből. Tehát, hogy ott azért ott is ott maradjon a neve, valamelyik futamot esetleg róla elnevezni. Mindenféleképpen a családon belül is értékelhető, hisz a fia autóversenyző, nagyon elhivatott. És igen, nemrég üzent a Facebookon is, hogy nem áll le a versenyzésre. Persze, hát ő... Mert megjelentek olyan hírek, ő erre reagált, hogy... Abba, nem. András nem, ő ugyanilyen ilyen szempontból elhivatott ember, teljesen természetes, egy ilyen embernek a nyomdokába nem lehet lépni, ezt tudjuk a futballistákból, tudjuk igen. A teniszezőkből, azért hiába sportol a gyermeke, az oda eljutni nagyon nehéz, amit már egyszer az édesapa elért. Nem, ennek az országnak kezelni kell, nekünk, az autósoknak, nagyon sok ember van, aki az autóba él, tehát reggel beleül, megy vele, teljesen mindegy, milyen hivatással, de egy fontos része van, nagyon nagy tisztelettel kell a járművek, mert ezek fegyverek is egyben, és nagyon meg kellene tanítani egész pici kortól a gyerekeket igen. Erre, és ez kimarad az életükből, mikor megkapják a technikát, akkor mindig csak olyan technikába ülnek bele, ami nagyon jó, és azt nem biztos, hogy úgy tudja kezelni, ahogy azt kellene. Attila elment, és az a baj, hogy most az elmúlt években, és ebben az évben is, azért nem igazából tündöklik a magyar rali. Még ha azt mondják sokan is, hogy most mintha megindult volna valami felfelé, de így outsiderként azt mondom, hogy nem érzem, nem jön ki. Lehet, hogy szakmán belül ott valami pezseg, de még nekem olybá tűnik, mintha a szakma hallgatna. Rallisok hallgatnának, elbújnának, kimennek fű alatt színe, most a fű alatt úgy értem, hogy nem verik nagy dobra, kimennek fű alatt VB futamokra, EB futamokra, mintha maguknak csinálnak síri csendben, mintha most nem mernék, nem tudom, nagy dobra verni, vagy mi van most itt a magyar ralliban, mert tudom, hogy nem áll az élet, belülnek az autóba és mennek, mert nem tudnak meglenni a benzinszag nélkül, de ott a nagy csend. Ez egy nekem feltéve most 2011 óta szinte autóversenyen is csak úgy voltam, hogy kezembe veszem az eredménylistákat, hisz nagyon nehéz volt elszakadni a sporttól. Én azt tudom mondani, hogy furcsának is tartottam, mert én más nem tudok. Tehát igazából az autóvezetésen ezen kívül, ami az autósporta van, nagyon szerint, bár most azt mondom, hogy egy bizonyos ideje a kereskedelem mangalica töpörtyűzéséből teszem mellé azt, ami kell a családomnak. Érdekes, mikor megszólítanak emberek, hogy Koko, te itt, és miért nem vagy a... De ezt egy idő után, egy ideig fáj, és egy idő után az ember úgy van vele, hát ha nincs rád úgy szükség, hogy esetleg többet tudsz elmondani egy pályáról, vagy arról a vezetés technikai részéről, akkor majd fiatalok és a következők. Én azt látom az autósportban és az egész ebből azt mondja, hogy mindig kell egy ember, aki ezt vezeti. És ha nem megfelelő ember van, még az is jó, hogy adminisztratívan ő a rali szakágvezető, ő az elnök, és elnézést kérek azoktól, akiket most megbántok, de ki kell, hogy mondjam, nem biztos, hogy a legendák nélkül működnek jól a dolgok. Igen. Más sportágra kell átnézni, és meg kell nézni, hogy miért egy Nyilasi, igen, aki igen. Ki értékeli, miért egy... Szóval nagyon persze. Nehéz olyan emberekkel kiértékeltetni, értékeltetni, kitalálni dolgokat, megfogni a vállát a kis embernek, hogy hát mégis tőlem kapta azt a díjat. De nem mindegy, egy Ferjáns Attilától veszel át egy rali versenyen egy díjat, vagy... Nem tudod, hogy kitől. Igen. És ez nagyon nehéz, az összefogása a városoknak, hogy akkor az Attila akár Egerbe, akár Miskolc, akár Pécset, szóval ott volt a Ferjáns, az, aki versenyzett is, sőt évek óta nyerte, majd utána az ő csapata, ami által, akik fölnőttek, bajnokok lettek, mert erre mindig azt mondja, én is nagyon büszke vagyok arra, hogy a
Volán többszörös rali bajnoka voltam, rallycross bajnoka voltam, és egy csomó olyan srác volt köte, de igazából mi a legendák árnyékába voltunk, vagyis a legenda árnyékába, ami nagyon jó volt ettől függetlenül, mert tudták, hogy te vagy a Kokó, igen, és nem a Kovács, a Dudás, tehát össze nem kevertek, igen, egyszer nem kérdeztek egy benzinkútnál erre furcsa, és mindenhol a mai napig is, én is úgy érzem, hogy bizonyos szinten vissza kell adni az embereknek a szeretetét az autósport, a rallinak. Én emellett tudok a legtöbbet tenni, mert a Hungaroringgel megtettek mindent a pályaversenyzésért, és kalapot emelek a Mihály Sznorbi előtt, de mindig el kell mondanom, és a Zengő Zoli előtt, mert egyik a másik nélkül nem megy. És az, hogy egy Cserkuti nem ténykedik ebbe a pálya, és ez számomra olyan furcsa, mert a Cserkuti öcsének is megvolt hozzá minden olyan, ő elment valahová Európába, ezért mondtam, hogy két olyan zászlóvívőnk, mint Ferjánsz Attila és a Cserkuti öcsi, akikre büszkéknek kell, hogy legyünk, és élni kell azzal, mert ez itt van előttünk. Hát azóta nincsenek nagyon hegyi versenyek, de miért nem lehet? Ezrek voltak a pályaszélén, én tízezreket mondhatok nyugodtan egy Mecsek rallin, egy Miskolc, hegyi versenyen, és ugyanúgy a rali, tehát megvoltak a programok. Egy évben elindult a, persze drágább lett minden, erre fogják mondani, mert a benzin, mert a szálloda, mert igen, de vannak emberek, akik szeretnek turisztikázni. Kimentek az erdőbe, feverték a sátrat, és akármelyik környező országba mentünk, ugyanez volt, de annyian, mint Magyarországon, soha sehol nem voltak, és én nagyon szeretném, ha ez visszajönne, ezért meg kell tenni mindent, mert... De te mit teszel ennek érdekében? Mit tudsz tenni? Hát én széttártam a kezem, vártam, az ajánlatot végtére is, amit megtettem egy ilyen közlekedési ankéton, azt kell, hogy mondjam is, minden politizálás nélkül, mert az pont már a fiataloké volt, az valahogy kimaradt, hogy próbáljuk meg foglalkozni óvodákkal, iskolákkal, ezek legyenek olyan emberek kezébe adva, akik el tudják mondani, és ennek a szeretetét, azt, hogy ez mekkora csoda egy autó, ami működik. Hát várom jelentkezni, már hogy elnézést, ezt szeretnénk csinálni, sőt, még hátterünk is van hozzá, mert azért azok a nagy támogatók, akik megvoltak, idősebbek lettek, de a temetésen ott lehetett látni. Zárásként két percünk maradt. A rally szakákban mikor fogsz újra dolgozni? Elmondtam a mondatot, hogy ha felkérnének, és lenne arra kilátás, hogy én állítom. Lenne hozzá még erőd? Erőm, mennyire égtél erőm, ki? Erőm biztos, hogy lenne, mert egy borzasztó fanatikus ember vagyok. Azért azt kell, hogy mondjam, teljesen mindegy, hogy merre indulok és mit. Abban megpróbálok mindig minőségit, hisz ez a töpörtje, amiről beszéltem, amire igen, lehet, hogy sokan nem lennek. Én büszke vagyok arra, hogy ott is egy külön olyan standon van, minden héten egyszer csak, az áru, az ember ott van, és olyan jó érzés, mikor azt mondják, hogy azért jövök, mert, mint ahogy most is azt mondom, én hiszek abba, hogy vannak emberek, akik miatt elzarándokolnak, akik fel tudják hívni az embereket, hogy legyünk többen, érezzétek. Nem ki kell találni, meg kell csinálni. Ott lenni, el tudnád ezt érni? Hogy azok az emberek ott legyenek, ott versenyezzenek, akikért kizarándokan kimennének a... Biztos segítene, mert rálátása föntről is megvan, hogy hol menjünk, milyen kerékkel, meg igen, egy nagyon fontos része, ha összeállíthatom azt a csapatot, amelyiket én hiszek, és azok hisznek bennem, én azt hiszem, egy 3 év alatt elég sok mindent el lehetne érni. Ebbe beleértve a közlekedést is, amire én most is mondom, a legfontosabb dolog az, hogy átadjuk azt, amit tudunk. És ha erre nem kíváncsiak annyira, más egy oktatás, más egy iskolai szint, és más az, amit te igen, az életbe kapsz. Bízunk benne, hogy nem az utolsó után pillanatban szólnak, mert most már Ferjánc Attilának, most már hiába szólnának sajnos, hogy segíts, mert nem segíteni. Használjuk ki, akik vannak még, közöttünk vannak, hogy azoknak szóljanak, szóljunk. És akkor talán minden szép lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget, és még egyet. Nagyon nagy baj, hogy emiatt kellett találkoznunk, de egyet tudomásul kell venni. Élni fog az emberek tudatába, és ez a legfontosabb. Így legyen. További sportosat. További. A Dínosport híradó autós partnere a Prémium Autóház Kft.
A lézer folytatja diadalútját az egészségmegőrzés területén. Legújabban egy olyan készülékkel ismerkedhetünk meg, melynek dupla lézere minden eddiginél hatékonyabb, egészségmegőrző, állapotjavító beavatkozást tesz lehetővé. Szabályozható pulzáló funkciója pedig a szervezet hozzászokásának esélyét csökkenti. Az orvostudományban már közel 50 éve használják a lézerkészülékeket, de eddig csak